A mai nap itt a Frank FM Berek Szászi bázis óvodájában is elérkezett a pillanat, amikor is ballagó csoporttól búcsúztunk, illetve a holnapi nap folyamán is búcsúztató fog bekövetkezni. A Frank FM teljes történetében, illetve az intézmény hálózataink közül a jelenleg működő 10 Frank FM-os intézmény hálózatunk közül mindegyik óvodában lesznek ballagás ünnepségek. Volt, ahol már sikerült megtartani, illetve valahol még ezután a napokban, illetve a következő hetekben fog megrendezésre kerülni a ballagó búcsúzó ünnepség. A 10 működő intézményünk közül körülbelül 100 gyermektől búcsúzunk. Most 100 gyermek fog belépni szeptembertől az iskolába. Egy nagyon nagy űrt hajtva az intézmények szívében, hiszen ezek a gyerekek hozzánőttek az óvónőkhöz, hozzánőttek a pedagógusokhoz, a munkásokhoz. Mint ahogyan itt ma is elhangzott itt a búcsúztató ünnepségén, a csicsergő csoportok búcsúznak most tőlünk, és nagyon fájó szívvel állunk itt most, holott nagy örömmel és nagy boldogsággal a szívünkbe, hogy elengedjük ezeket a gyerekeket, sikerült őket megfelelően felkészíteni a továbbtanulásra, illetve hogy belépjenek a nagybetűs életbe. Az óvodánk történetében egy olyan helyzet van, mint ahogy a körülöttünk lévő világban is, tehát háborús helyzetben vagyunk, folyamatosan küzdünk a gyermek hiánnyal, a gyermek létszámunknak a gyarapításával, és nagy büszkeséggel állok itt, hiszen úgy néz ki, hogy az augusztusi időszakban is rengeteg gyermek fog beiratkozni az óvodáinkba, illetve ugyanúgy folytathatjuk tovább a munkálatokat, mint ahogyan eddig. És itt is várjuk szeretettel a szülőknek a jelentkezését, akik szeretnék a gyermekeiket, hogy a Perényi-Név Frank Epán Katalin gimnáziumba járjanak a gyermekeik, hogy oktassuk őket, neveljük, és mint ahogy a mai ünnepségen is láttuk, tehát foglalkozunk a gyerekekkel angol nyelven, ahogy Mary Poppins foglalkozik a gyerekekkel, Szolomíka, aki az ukrán nyelvre oktatja a gyermekeket, népi játék, a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola keretében a Tulipán Tanoda kihelyezett szakkörei működnek az intézményeinkben. Folyamatosan mindig valami újítást tervezünk, amivel tudjuk még a gyerekeinknek a tudását gyarapítani, illetve fejleszteni őket, hogy minden nap rengeteg élménnyel menjenek haza. Mai napon a Mókuska csoport búcsúzott el az óvodától 17 gyermekkel. Összességében 33 gyereket bocsájtunk ki, vagy búcsúzunk el, inkább így fogalmaznék, búcsúztatjuk el az óvodától őket. Holnapi napon szintén lesz egy szerepünk, mivel hogy sokan vannak és sok a vendég, ezért úgy döntöttünk, hogy két napra fogjuk felosztani a szerepeket. Nagyon készültek a gyerekek egész héten, már alig várták a szerepeket, őszintén megmondom. Fájó szíve búcsúzunk el, mert már olyan szinten hozzájuk nőttünk, megszoktuk őket, megszeretjük, mintha saját gyermekeinket búcsúztatjuk most el.